Ő Claudia, Milánóból, egy szülési szabadságon lévő titkárnőt helyettesít. Marek Lengyel, egy 3 hetes programozói megbízást teljesít. Andrew az Egyesült Királyságban él, egy hosszabb munkanélküli időszakot követően néhány hónappal ezelőtt kezdett el egy építkezésen dolgozni. E három európaiban egy dolog közös, mindnyájan kölcsönzött munkavállalók. Manapság európaiak milliói dolgoznak ilyen rugalmas foglalkoztatási formában. Claudia, Marek és Andrew egy dolog miatt egyaránt aggódik. Vajon kérhetik-e őket arra, hogy a kölcsönzésük időpontjában kínált feltételeknél kedvezőtlenebb környezetben vállalják ugyanazt a feladatot? A válasz nem. A kölcsönzött munkavállalókat védő európai jogszabályok általános szabályként egyenlő bánásmódot biztosítanak számukra. Nekik is ugyanazon jogokat és munkakörülményeket kell biztosítani, mint a közvetlenül a vállalatok által alkalmazott munkavállalóknak. Ez a fizetésre, a munkaidő hosszára, a szünetekre, pihenőidőre, szabadságokra és a megkülönböztetés ellenes intézkedésekre egyaránt vonatkozik. A kölcsönzött munkavállalók szükségletei azonosak más munkavállalókéval, így munkatársaikhoz hasonlóan nekik is hozzá kell férniük a közös létesítményekhez, vagyis az étkezdékhez, gyermekgondozási létesítményekhez és az utazási szolgáltatásokhoz. A továbbképzésekhez való hozzáférést is javítani kell. A kölcsönzött munkavállalók számára biztosítani kell, hogy határozatlan idejű munkalehetőséget találjanak, ezért tájékoztatni kell őket az őket alkalmazó vállalaton vagy szervezeten belüli megüresedő állásokról. Egyes országokban a munkát és a munkavállalói képviselők tárgyalnak a kölcsönzött munkavállalók munka és foglalkoztatási feltételeiről, de minden esetben általános védelmet biztosítanak számukra. Ezen felül természetesen valamennyi EU tagállam rendelkezik saját szabályozással is. Az uniós jogszabályok egyenlő jogokat biztosítanak, amelyeket alkalmazni kell. Jobb védelem a kölcsönzött munkavállalók számára, nagyobb rugalmasság a vállalatok számára.